Óvatos bizalmatlanság. Ha ezt észben tartjuk, akkor kisebb az esélye annak, hogy online csalók áldozatává válunk. Erről is beszélt legutóbbi Közügy című műsorunkban Juhász Zoltán alezredes. A Vármegyei Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy a telefonon, interneten aktív kiberbűnözők mesterien használják a pszichológia eszközeit, akár több milliós kárt okozva így a gyanútlan áldozatoknak. Az információ biztonsággal foglalkozó szakértők szerint a kiberbűnözők tized másodpercenként indítanak támadást leendő áldozatukra vadászva. Magyarországon az adathalászok, online csalók okozta károkat évente 30 milliárd forintra becsülik. Céljuk minden esetben hozzáférni a pénzünkhöz, megszerezve bankkártya adatainkat, vagy elérve azt, hogy mi magunk utaljunk, bedőlve egy jól hangzó mesének. Volt olyan megye, ahol unokázós csalás olyan sértettet érintett, akinek nincs is unokája. És mégis át tudták verni. Ennek a pszichológiájára ezek az elkövetők nagyon ráéreztek. Pontosan tudják, hogy mit kell mondani. A sürgetés benne van, hogy ne lehessen az embernek ideje arra, hogy mögé néz a dolgoknak. Ne lehessen átgondolni, hogy most mit is csinálok tulajdonképpen. Juhász Zoltán a műsorban elmondta, hogy a kiberbűnözők elfogásával speciálisan képzett informatikai ismeretekkel rendelkező nyomozók foglalkoznak. Ilyen külön csoport dolgozik Hajdú-Biharban is. Munkájuk van bőven, hiszen hiába a figyelemfelhívás, a széleskörű tájékoztatás, a csalók rendre szedik áldozataikat. Az óvatos bizalmatlanság minden esetben kell. Mindenféle fajta online ügyintézés körültekintést igényel. Átgondolást igényel, fölöslegesen nem kattintunk sehova, nem töltünk le semmit. Ha úgy érezzük, hogy ezzel már probléma lehet, akkor ne kezdjünk el utána letölteni különböző adatokat, hanem akkor vegyük a fáradtságot, menjünk be abba a pénzintézetbe, intézzük személyesen az ügyeinket. A rendőrség tapasztalata szerint a több éves börtönbüntetés nem igazán elrettentő hatású. Ezért azt tanácsolják, hogy legyünk gyanakvóak, és álljunk ellen a túlságosan csábító ajánlatoknak. Ha így teszünk, nehezebben válhatunk áldozattá.